Életének 90. évében elhunyt Kányádi Sándor Kossuth Díjas költő a nemzet művésze, nagy huncut viccmester és életművész, aki úgy táncolta hatalommal, hogy soha nem kompromittálta magát, írta róla Stefano Bottoni. A Budapesten élő olasz-magyar nemzetiségű történész főként a romániai magyar kisebbség viszontagságos történetével foglalkozik. Májusi kétségbeesés. Mint a szöges drótot hulladnának a lágerálmú sötét felhűk, szúr, sziszeg az eső szinte ráz, mintha áramban volna töltös, hurkolódik pocsolyás utakra, fákra, tetőkre. Hol az ég? Saját, 1957-ben írt, májusi kétségbeesés című versét olvassa Kányádi Sándor, kosút és prima primisszima díjas költő. A Magyar Művészeti Akadémia három évvel ezelőtti felvételén a maga egyszerűségében mesél a 20. század második felének legjelentősebb erdélyi magyar költője. Vannak vidék! ahol csak a hant tudhatja már, hogy kinyugszik alatt. 1974-es Vannak vidékek című versét a Kaláka együttes dolgozta fel, ebben mint egy saját elmúlásának jóslata hallgatható. Halálhíre megrázta az erdélyi irodalmi társadalmat is. A, a, hangzás, a szóbeliség, a beszéd az nála nagyon-nagyon fontos volt. Nagyon fontos volt. Eg vagyok rendülve, de mosolygok. Tulajdonképpen. Akkor valamiféleképpen, ahogy ő mondta, többféle metaforát használt erre, hogy hazatért ebbe a magyar nyelvnek a körforgásába. Képzeljük el valahol másut, miért ne, és Biztos, hogy jól érzi magát, és nagyon jó történeteket mondanak egymásnak a kollégákkal. A Hargita megyei falván született Kányádi Sándor a kortárs magyar költészet egyik legnagyobb alakjának számított. A magyar irodalom közösségi elvű hagyományának folytatója volt. Költői tehetségét Páskándi Géza fedezte fel. Ő közölte az első versét a Bukaresti Ifjú Munkás című labban 1950-ben. Versei különösen Revelációszerűen hatottak a 70-es-80-as években, amikor tudatosult, hogy ténylegesen is eltűnhetnek a határon túli milliós magyar közösségek, például a romániai magyarság is.